Abban maradtunk a frakcióvezetők megbeszélésén, hogy a stratégiára vonatkozó részt a magyar fordítás nagyon komoly hibája miatt levesszük. És most pedig a rendelet van napirendi ponton, és ott azt mondta Popov Danilo úr, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz, és ezért, hogy a sportszervezeteket ki tudjuk fizetni, ezért egyébként azt viszont napirenden tartjuk és elfogadjuk. Most jön a gond, hogy közben én most itt persze olvastam én előtte is az anyagot, de még jobban átnéztem az anyagot. A gond az, hogy a rendeletben igenis, hogy több helyen a sportstratégiára van hivatkozás, sőt, csak úgy pályázhatnak egyébként a szervezetek, hogyha összhangban van a pályázatuk egyébként a sportstratégiával. Úgyhogy most én ezt úgy látom, hogy jelen esetben akkor nem tudjuk a rendeletet sem elfogadni, mert hiába hivatkozunk arra, hogy van még sportstratégiánk, ami lejárt, mert az 2016-ig volt érvényben, tehát most nincs sportstratégiánk. Viszont ha pedig elfogadjuk a rendeletet, akkor pedig hivatkozunk egy nem létező dokumentumra. Mert hogy nincs még, nincs per pillanat, nincs sportstratégiánk, amit én javaslok. Tehát én megértem, hogy a sportszervezeteknek igazából szükségük van a kifizetése, amit én javaslok, hogy vegyük le mindkét napirendi pontot, és jövő héten sürgősségi rendkívüli ülésen fogadjuk el mindkettőt. Mert nem szeretném egyébként megrövidíteni a sportszervezeteket sem, de nem szeretnék olyan dokumentumot elfogadni, ami igazából nem létező dokumentumra hivatkozik. Köszönöm szépen.